Hosszú idő után idén először szervezte meg a kiskürösi német nemzetiségi önkormányzat a már hagyományos sörestjét. A március 24-i eseményt mindenképpen az április 3-ai választás előtt szerették volna megrendezni. Szerettem volna a tagságot értesíteni, hogy, vagy információkat adni, hogy hogyan is néz ki majd a szavazás számunkra, mert ugye aki B kategóriába regisztráltatta magát nemzetiségének, az igazából másképp szavaz, mint aki az A-ra regisztrálta magát. Az elnök beszámolt az elmúlt években végzett munkáról is, hiszen a járványhelyzet ellenére a háttérben sokat dolgoztak. Megemlítette, hogy a taglétszámuk 12 fővel bővült az elmúlt egy évben. Kiemelte, hogy folyamatosan keresik a pályázati lehetőségeket a programok és a terveik megvalósítása érdekében. Például a zsinagógának a teteje az tönkrement, abban a pályázatban mi vagyunk a fő pályázó. Például a háttérben ez is zajlott, akkor a még 2020-ban az általános iskolában a diákoknak a táncos ruháira pályáztunk, ott is 16 pár ruha, gyönyörű szép brokát ruhát kaptak a lányok, a fiúk nadrágot, inget, mellényt, kalapot, úgyhogy, és ez nem is kevés pénz, mert 2,5 millió forintot érnek ezek a ruhák. Mint mondta, hasonlóan pályázati forrásból sikerült megszervezniük a különböző táboraikat is. Beszámolt arról, hogy tovább ápolták, és a későbbiekben is szeretnék ápolni a németországi testvérvárossal, Stadtlengsfelddel a kapcsolatot. A megvalósítandó tervekről elmondta, hogy részt vesznek majd a városi napok programjain, szervezik a söresteket, áprilisban a diákok részére versenyt, nyáron a hagyományos német tábort, és meg akarják tekinteni a bajai országos magyarországi német tanösvényt is.